gyerek, egy indulunk. Itt vannak a nyugok az őzikék. Jó. Itt van az enyém, a legszebb bőzike. Az XR400-as. Na jó. Egyre fel sisakot, fel kamera, fel a máras csapi. Gyönyörű időnk volt, gyerekek. Megálltam egy kicsit, szedjek néhány jó virágot és ibolyát. 4 napja van. Megyek az nővéremnek, meg anyukámnak egy-egy kis csokrot. Hadvám a legények tudnak-e jönni itt az oldalon. Elég meredek, de... Lám az öreg, mert ki tud-e jönni? Rá van, de nyugdíjasszuk.
kis pihenő a hegyoldalba. Gyönyörű idő van, gyerekek, ma jó meleg, 15 fok kb. Annak én még nem tudtam kivenni. Az utolsó 100 méteren nem bírok kivenni. Pörök ki a kerék. Köves az út, dobjál, kemény a kerék se. Nekem is az a bajom, nincsen tapadásom. Hopp! Nem tértek ezt a halmatba. Ha kettőben is kell, de szét kivottam, akkor nem tapadom. Legalább az öregben egyik alvani tarra rámpertem. Aha. Ez így próbál meg, jó. Szerintem vannak. Kettősben egy olyan nyugodt tempóval, és ha van fel végig azt tartsad, tehát se lejjel, ne húzzá, se vissza ne engedjen, azt ott tartsad, biztos ki az.
az isteni! Ti is ide értetek? Na gyerekek, felétünk. Hú, az aksi mindjárt lemerült, pont aksit a dugába hagytam. Hú, kidöglöttem, utolsónak értem fel. Én voltam ma a vízhordó. Mindenki ilyen kis ideges kétütemű 250-es 300-as KTM-ekkel. És én egyedül a nagy 400-as négy üteművel. Hányan vagyunk? 2, 4, 5, 6, 7-en. 6-on indultunk, és még valaki csatlakozott menet közben. Belkezdett esni az eső. Bélünk egyet falunk, s megiszunk egy pohar vizet. Kicsit pihenünk, s aztán csapjuk lefelé. Fú, el vagyok szokva, gyerekek, a cendulózástól. Hegyekkel kiparasztottak nagyon. Na, de nem baj, belejövök. Ja, itt vagyunk fenn a Katrusába, Gézána. Tuzson Gézána. Vendéglőbe. Nézzétek meg, milyen gyönyörű az XR400-as, világ legjobb endurója. Volt valamikor, de még most se rossz. Kicsi serkó mellette a 300-as. Na. Ja. Visszajöttünk Atival. A többiek még valahol a patak medejében nyomassák. De hát én oda nem tudok menni, mert gépemmel nem alkalmas most arra. Jó, kemény nap volt, gyerekek, ki vagyok fáradva. Ja, az a baj, kemény nekem a gumim, a többieknek minden félre agyra van engedve. A báső is jó, hát van vastag báső. Igen. 8 mm, ez csak két lászorító. Aha. Az, ami megfogja, hogy a külső gumit nem vigyál. Na, de jó volt, fasz a nap volt. Nekem ilyen bemelegítős nap volt, ez rég nem. Mászottam ma a hegyet, le is fáradtam, volt egy pár olyan hegyet, lássátok majd, de lemerült a GoPro, jövet nem tudtam ma filmezni, hogy felétünk Katrusába lemerült, és én is lemerültem. Volt egy olyan hegy, hogy nem tudtam kijönni, ugye túl kemény a gumim, sikult. Ezt Ati kihozta a motrot, ő plusz 30 kilójával jobban megnyomjas, ő profib, ma a vénróka. El vagyok szokva, gyerekek, nagyon a hegymászatástól.
Na mindegy, mert belejövök. De élvezetes út, nagyon fasz a út. Jó, rakjuk fel az autóra gépeket. A Dubalbas el vagyunk menve, aztán folytassuk következő kor. Na, még egyszer figyeljük meg teljes pompájába a gyönyörű gépet, meg a szép háttérrel, kék éggel, felhőcskékkel, meg a dombokkal.